Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Lényeg az, hogy van egy olyan terület, ugye beszéltem, hogy személyiség. Én személy szerint háromféle olyan dologról tudok, ami a személyiségünkhöz kötődik. Ez három különböző tudás. Nem egyféle. Van egy nagyon bonyolult, azt nem akarom tanítani, mert én sem tanultam, és nem is akarom tanulni, mert az nagyon bonyolult. Van egy másik, amit az egy hónapban tanítok, mert azt egy hónap alatt meg lehet tanulni. És van egy harmadik, ami a legismertebb. Na, erről fogunk most beszélni egy kicsit. Jó? Tehát ez a legismertebb dolog a személyiségünkkel kapcsolatosan. Mindenki valamilyen szinten magára fog ismerni. Jó? Tehát itt beszélni fogunk négyféle személyiségtípusról, és nyilván ennek van egy keveredése az emberekben, ennek a négynek, de mondhatjuk azt, hogy ez a tudás, ez még a görög filozófusok, időszámítás előtti görög filozófusoktól ered. Nem egy mostani keletű dolog, és ezt sok iskolában tanítják, jó? És ebbe egy kicsit most belefolyunk, ameddig az időnk engedi, jó? És ez egy nagyon érdekes téma, ezt mindig szokták élvezni az emberek, mert magukra ismernek ebben a dologban. Jó, tehát akkor kezdjük, tehát azzal, hogy amikor a képzéseket szoktam tartani, tehát ez már konkrét képzés rész, akkor ezeket tegeződve szoktam tartani. Remélem ez nem sértő senki számára az interneten sem. Úgyhogy innentől kezdve, ha tegeződöm, akkor ne haragudjanak meg érte, mert mondom, a képzéseket tegezve szoktam. Na, nézzük meg, hogy miről, tehát milyen négyféle személyiségtípus tanítanak már hosszú-hosszú idő óta a különböző iskolákban, és mondom, már Görögországban elkezdték ezt tanítani. Tehát négyféle személyiségtípus. Kezdjük. Van a beszédes, a népszerű, ez a szangvinikus. A beszédes, a népszerű, szangvinikus. Van a gondolkodó, hát tudom mutatni is, jó? Tehát van a gondolkodó, tökéletes, ez a melankolikus. Van a cselekvő, az erőteljes, ez a kolerikus. És van a megfigyelő, a békés, az a flegmatikus. Van egy teszt ehhez, amit most nem fogunk kitölteni. Régen tartottam ebből egy, hát több napos képzést. Hát most csak így összeszedjük ezzel kapcsolatban röviden a dolgokat. Jó, tehát szangvinikus, melankolikus, kolerikus, flegmatikus. Mit érdemes tudni róluk alapvetően? Úgy születtek az emberek, hogy nőtől és férfiaktól függően kettő személyiségtípusra születtek az emberek. Nem négyre, kettőre. A férfiak alapvetően kolerikus indítatásúak gyerekkorban, születésüknél fogva, ha csak abban a 9 hónapban nem kaptak már elnyomást. Tehát míg a gyerek hasában volt, vagy az anya hasában volt a gyerek, ne azt akarom mondani. Ha ott abban a 9 hónapban az anya kapott elnyomást, vagy nem szerették kellőképpen azt a gyereket ott a pocakban, akkor már nem biztos, hogy ez a fiú gyerek kolerikusnak született.
De minden fiú, ha nincs ez, akkor kolerikusnak születik. Na nézzük meg a lányokat. A lányok meg szangvinikusnak születnek. Ha csak nem kapnak elnyomást a pocakban, akkor egy kislány az beszédes és népszerű lesz. A fiú pedig cselekvő és erőteljes. Tehát, hogyha nem úgy alakul ez a 9 hónap, akkor természetesen már más a helyzet. Na most, mind a kettő, a szangvinikus is, meg a kolerikus is pozitív gondolkodású. Mind a kettő. Tehát egy kisgyerek, ha nem kapott elnyomást, akkor pozitív gondolkodású. Oké? Akármilyenek a szülők, ha nem kapott elnyomást, ha szerették a gyereket, és nem veszekedtek egymással, meg nem nyomta el a férfi például az anyát, vagy valaki, akkor az a gyerek pozitív gondolkodásuként születik. Ezt, erre mérget vehet mindenki. Hát nincs olyan, hogy negatív gondolkodású születés, mert akkor meg se született volna a gyerek. Akkor azt mondta volna, hogy ha-ha, nekem jobb ott az anyám hasába. Vagy minek szülessek én erre a ronda életre, és akkor meg se született volna. Jó? Tehát világos ez? Na most, nézzük meg, tehát nézzünk egy pár tulajdonságot, hogy magunkra ismerjünk, hogy ki csoda, micsoda. Tehát nézzük meg, milyen egy beszédes, szangvinikus, népszerű. Jó? Tehát például olyan, hogy szereti a vidám színeket. Nem szereti az ilyen egyhangúságot. Könnyen fellelkesül. De könnyen el is veszti a lelkesedését. Szeret beszélni, szeret ő lenni a központba. Ő a csapat lelke. Lelkes tud lenni könnyen, és könnyen lelkesít másokat. Ő egy igazi csapatember. Tehát egy igazi csapatember. Mondjak valami rosszat is, nem túl kitartó. Tehát könnyen lelkesedik, de könnyen elhal a lelkesedése, emiatt nem túl kitartó. Ugye szereti a vidámságot, szórakozást, nem szereti a negatív dolgokat. Az érzelmei hullámzóak. Tehát mondhatni azt, hogy a leghullámzóbb. Tehát egyik pillanatban képes lelkesedni, a másik pillanatban meg már akár depresszióba esni. Jó, tehát az érzelmi hullámzásról beszél. De jó vele együtt lenni, mert általában ugye jó hangulatú, és jó hangulatot csinál a saját környezetében. Tehát az a lényeg, hogy az összes típus közül ő a legbeszédesebb. Mindenről tud beszélni. Tehát bármilyen téma előkerül, biztos, hogy hozzá fog tudni szólni. Jó, tehát akármilyen téma, ő bele tud kapcsolódni abba a beszélgetésbe.
Na most, vannak természetes párok. Jó? A természetes párok az ellentéte. A szangvinikusnak az ellentéte a melankolikus. Ezért természetes párosítás. Általában úgy van, hogy amiben a szangvinikus erős, abban a melankolikus gyenge. Ami a melankolikus erős, a szangvinikus abban gyenge. Ezért nagyon szívesen párba egymást megtalálják. Tehát egy, általában a szangvinikusnak melankolikus párja van, illetve a melankolikusnak pedig szangvinikus párja van. Tehát lehet férfi is szangvinikus, természetesen. Ismerek is férfi, tehát férfiakat, akik szangvinikusak. Tehát nem csak a nők lehetnek szangvinikusak. Na nézzük meg a melankolikust. Tehát ugye a ellentét, nézzük meg, mi az ellentét. Például a melankolikus az a tökéletes és precíz. Na a szangvinikus nem precíz. Tehát arra nem lehet mondani, hogy precíz. Hát a melankolikus ellentétben a szangvinikussal nem beszédes. Hát nem beszédes. Úgy kell szót kihúzni belőle. De szeret gondolkodni, szeret listát írni, szeret összeírni dolgokat, szeret precízen mindent kigondolni, hogy mit, merre, hogyan. Általában addig neki se áll valaminek, amíg nem adott minden feltétel. Na, a szangvinikus pont nem ilyen, az pont az ellentéte. Nem számít, hogy adott a feltétel, puf, neki áll. Jó, tehát minden ellentétes ez a kettő, ezért vonzák egymást. Tehát az ellentétek vagy taszítják, de ebben az esetben, tehát a párkapcsolatot nézve, általában vonzák egymást. Tehát a legtöbb esetben egy szangvinikusnak melankolikus a párja. Pont az a gyengesége a szangvinikusnak, ami a melankolikusnak az erőssége. A szangvinikus abszolút nem szeret listát írni, nem szeret mélyen elmerülni dolgokba, hát pont ezt megszereti a melankolikus. A melankolikus negatív gondolkodású alapvetően, tehát borulátó. Hát ezért kell mellé egy derülátó ember, az pedig a szangvinikus. Ha megnézzük az öltözékét a melankolikusnak, hát ott aztán nem dominálnak a vidám színek. A szürke, a keki, az már egy vidám szín számára, a keki szín. Tehát, de viszont a szangvinikus az gyakran nem harmonikusan öltözik, a melankolikus pedig harmonikusan öltözik. Tehát ott minden passzol mindennel. A melankolikus olyan, hogyha mondjuk úszik egy medencébe, és lebukik a víz alá, és fölbukik, följön a víz alól, a haja az tökéletesen áll akkor is. Tehát neki mindennek tökéletesnek kell lennie. Én ezt megfigyeltem, hogy csinálják a melankolikusok. Nem értettem, hogy hogy a jó Istenbe. De első dolga, hogy jön föl a vízből, már igazítja a haját. Nem vicc, komoly, direkt megfigyeltem náluk, hogy hogy a fenébe ők nem kócosak. És tényleg nem, de első dolga, hogy jön föl a víz alól, már is igazgatja a haját. És ez mindegy, hogy férfi vagy nő, teljesen mindegy. Az olyan művészek, a festők, szobrászok, nagy része melankolikus. Nagy része. Tehát az ilyen alkotó művészekre gondolj. Azoknak a nagy része melankolikus. A túlnyomó többsége. Kik a szangvinikusok? Például a színészek. A színészek jó része a szangvinikus. Tehát például az ilyen bemondók, jó része szangvinikus.
Hát akiknek, akik szeretnek szerepelni, az a lényeg, a szereplés az életük. Ugye az egyik, ha megnézed, milyen munkát vállal, ahol szerepelhet, a másik, amiben elvonulhat. Totál ellentét. Tehát a két személy, ez teljesen ellentétes, ezért kiegészítik egymást. Ami az egyiknek az erőssége, a másiknak a gyengesége. Jó? Tehát a másik az erősségével kiegészíti a másik gyengeségét. Jó? Na nézzük a következőt, a kolerikust. Pozitív gondolkodású ő is. Erőteljes. Ő a legmunkamániásabb a négy közül. Tehát amit a fejébe vesz, azt végigcsinálja. Erőteljes, sokszor erőszakos. Ezért nem a kedvelt típusok közé tartozik. Ő is a beszédesebb típusok közé tartozik, de ő inkább arról beszél, ami foglalkoztatja. Tehát ő nem, tehát az olyan dolgokban nem nagyon szól bele, ami nem foglalkoztatja őt. Tehát a szangvinikus az mindenhez hozzá tud szólni, a melankolikus az ugye inkább háttérbe vonul, és inkább ugye nem nagyon szól bele a beszélgetésbe. A kolerikus akkor szól bele, hogyha azt, az a téma őt foglalkoztatja. Az öltözéke nem színes, de nem is olyan precíz, mint a melankolikusé, hanem inkább úgy nevezhetnénk, hogy konzervatív. Konzervatív öltözködés. Hát a háborúkat a kolerikusok robbantották ki. Tehát mivel a legerőszakosabb típus a kolerikus. A vezetők nagy része kolerikus. A vezetők nagy része kolerikus. Nyilván bármelyik típusból lehet valaki vezető, de mégis természeténél fogva a kolerikus a vezető, nem tudom világos-e. Tehát természeténél fogva a kolerikus a vezető, de bármilyen típusból lehet vezető. Na nézzük meg a flegmatikust. Flegmatikus, a kolerikus ellentéte. Ugye milyen a kolerikus, hogy ég körülötte a levegő. Milyen, milyen lehet akkor a flegmatikus? Békés. A flegmatikusok érték el a háborúk végén a békét. Tehát ők érték el mindig a békét. Ők a békések. Megfigyelők, tehát ott van, hogy nem beszédes. Nem beszédes, hanem megfigyeli az embereket. Kiül a szélére és megfigyeli a dolgokat. És lehetőleg nem kell hozzászólni, nem szól hozzá. Alapvetően negatív gondolkodású. Hát biztos, hogy nem erőszakos, mert ő csillapítja el az erőszakot. Tehát ha ránéz az ember, akkor is sugározza a békét. Az öltözéke, az hanyag.
Tehát nem foglalkozik az összhanggal, a színek harmóniájával, tehát hanyagul öltözködik. Tehát az a mottója, hogy minél lazább legyek. Minél lazábban. Például, illetve erről majd beszélünk még, hogy ki milyen, nagyon jó humorú. Tehát a flegmatikus a legjobb humorú az összes közül. Nagyon jó humorú. Ritkán szól, de akkor hasukat fogják az emberek. Rossz tulajdonsága, hogyha nincs célja, akkor nehezen mozdul. Ami azt jelenti, hogy mondhatni rá, hogy lusta. Lusta. Míg a melankólikus a legrendszeretőbb, a flegmatikus a legrendetlenebb. A szangvinikus sem annyira foglalkozik a renddel, mint a melankolikus. De az, mivel pozitív gondolkodású, ezért jobban odafigyel a rend kérdésére, mint a flegmatikus. Tehát a legfontosabb dolga a flegmatikusnak az, hogy pihenjen. Ez a legfontosabb dolga. Na nézzük, mi a legfontosabb a kolerikusnak, hogy vezessen. Mi a legfontosabb a melankolikusnak? Az, hogy precízen minden rendben legyen. És mi a legfontosabb dolga a szangvinikusnak, hogy beszéljen. Na úgyhogy nem tudom, valaki esetleg magára ismerte valamelyik közül. Ez keveredik is. Hogy keveredik? Tehát például egy szangvinikus, amikor rossz állapotba kerül, akkor átmegy melankolikusba. Tehát főleg, hogyha tartósan rossz állapotba kerül. Egy kolerikus, ha rossz állapotba kerül tartósan, akkor átmegy flegmatikusba. Tesz az egészre. Egy cselekvő ember tesz az egészre. Na most ezért ugye beszéltem az elején arról, hogy a fiú és a lánya, hogy megszületik, ugye a fiú az kolerikus, a lánya szangvinikus, de ha rossz állapotba kerül a fiú vagy a lány, akkor minden esetben az van, hogy minden esetben az van, hogy átbillen az ellentétébe. Érthető? Na most ugye ezek a jegyek mind a négy bennünk van. Ezek úgy is szokták mondani, hogy vérmérséklet. Tehát vérmérséklet. És kiben melyik a domináns, azt ő maga meg tudja állapítani. Na nézzük meg, hogy hogyan teremtesz kapcsolatot mondjuk egy szangvinikussal. Lelkesedéssel. Hogyan teremtesz kapcsolatot egy melankolikussal? Óvatosan. Hogyan teremtesz kapcsolatot egy kolerikussal? Határozottan, mivel határozott emberről van szó. Tehát nézd meg, a szangvinikus az lelkes, ezért lelkesedéssel teremtesz kapcsolatot. A melankolikus óvatos ember, ezért óvatosan teremtesz vele kapcsolatot. A kolerikus határozott, ezért határozottan
keresel vele kapcsolatot. Na most itt van a kutya elásva a flegmatikusnál. A flegmatikus abszolút nem magabiztos, mert az a kolerikus a magabiztos. A flegmatikussal mégis magabiztosan teremtesz kapcsolatot. Tehát egy flegmatikussal találkozol, akkor ha nem vagy magabiztos, nem sokra mész vele. Jó? Tehát a flegmatikus azt követi, aki magabiztos, ezért a legtöbb flegmatikusnak kolerikus párja van. Ugye beszéltem az öltözködéssel kapcsolatban, tehát szangvinikus színes, melankolikus ízléses, kolerikus konzervatív, flegmatikus hanyag. Jó? Tehát így lehet egy-egy szóban meghatározni. Nézzük az arckifejezésüket. Honnan ismered meg? Arckifejezésről. A szangvinikus, a mosolygós, kíváncsi arckifejezés. A melankolikus, komoly, méregető arckifejezés. A kolerikus, magabiztos arckifejezés. A flegmatikus, figyelő, de érzelem nélküli arckifejezés. Tehát a legkevésbé, amelyik kimutatja az érzelmeit, az a flegmatikus. A legkevésbé érzelmileg hullámzó, az a flegmatikus. A legszélsőségesebben érzelmileg hullámzó, a szangvinikus. A flegmatikusra annyit érdemes tudni még, hogy csökönyös. Tehát csökönyös, nem makacs, csökönyös. A makacs az a kolerikus. A flegmatikus az csökönyös. Nézzük, hogy hogyan ül. Hogy üléshelyzetről hogyan ismered föl. Ülésről. A szangvinikus sokat fészkelődik. Kicsit gyors volt? Meddig sikerült írni? Hát ugye annyit, csak egy-egy szót kell írni. Szangvinikus, mosolygós, kíváncsi. Melankolikus, komoly, méregető. Kolerikus, magabiztos. Flegmatikus, figyelő, érzelem nélkül. Jó, ennyit kellett csak írni. Hát az arckifejezés szót azt nem kell mindig írni, mert az egész arra vonatkozik. Jó? De egyébként valaki nem tudta írni, semmi gond, mert majd a netről leírjátok. Legalább akkor ismételtek. Nincs abban semmi gond. No szóval, nézzük az üléshelyzetet. Szangvinikus sokat fészkelődik. Melankolikus, tökéletes üléshelyzet. Tehát úgy ül, ahogy a nagykönyv elő van írva. Kolerikus, úgy ül, mint aki bármikor föl akar állni. Tehát ha megfigyeled, a kolerikus úgy ül a széken, hogy nem teljesen elhelyezkedik rajta, hanem itt a szék szélén ül, hogy bármelyik pillanatban föl tudjon pattani. Na nézzük meg a flegmatikust. Ő a kényelmes elhelyezkedő. Megpróbál mindig kényelmesen elhelyezkedni a széken. Tehát aki nagyon kényelmesen elhelyezkedik a széken, az lehet látni rajta, hogy flegmatikus. Van benne jócskán. Jó, de aki úgy ül le, hogy látod, hogy bármelyik pillanatban fölpattanjon, na az meg a kolerikus. Na nézzük meg a hangerejét. Miről és mennyit beszél, mert hangerőről is be tudod azonosítani. Szangvinikus, hangos, mindenről és sokat beszél. Tehát mindenről és sokat.
a melankolikus halkan beszél, félénken, csak értelmes, főleg elgondolkodtató dolgokról beszél. A kolerikus hangos, magabiztos, főleg üzleti ügyekről beszél. Tehát főleg üzleti ügyekről, illetve olyan dolgokról, amit ő konkrétan foglalkoztatja. Tehát nem feltétlenül üzleti, de ami konkrétan foglalkoztatja, azok a dolgok. És miről beszél egy flegmatikus? Halkan, jó humorral, jó hallgatóságként keveset beszél, de bármiről beszél. Ugye, tehát bármiről beszél a flegmatikus szangvinikus, de mégis egy nagy különbség, hogy az egyik egy jó hallgatóság, a flegmatikus, a szangvinikus meg ő szeret központba lenni. Tehát, hogyha valaki ilyen halk, gyenge hangerejű, arról eleve tudhatod, hogy nem szangvinikus, de nem is kolerikus. Tehát már kettő ki van csukva. Na most, hogyha engem meg kellene határozni, akkor én mi lennék? Kolerikus, egyértelmű, persze. Ez egyértelmű. Így van, csináltam ilyen tesztet régebben. Hát van ilyen teszt, amit direkt azért lett kifejlesztve, hogy valaki rá tudjon jönni arra, hogy hány százalékban ilyen, hány százalékban olyan, hány százalékban amolyan. És nekem a kolerikus az több volt, mint a három együtt. A másik három együtt. Úgyhogy alapvetően ugye én a kolerikusok közé tartozom. Tehát jó, az ember tud ezekről a dolgokról, mert ha hirtelen valakinek a személyiségét meg akarod határozni, és tudod, hogy hogy bánj vele, akkor ugye ránézésre szinte meg tudod állapítani, hogy ő milyen az illető. És azért más jegyeknél ez nincs meg. Tehát nincs meg, például ha mondjuk horoszkóp alapján akarod megállapítani valakinek a személyiségét, ránézésre meg nem fogod mondani. De ugyanúgy nem fogod megmondani ránézésre a numerológia alapján valakinek a személyiségét. De ennek alapján meg tudod állapítani. Nyilván ez nem olyan pontos, mint a horoszkóp vagy a numerológia, de meg tudod mondani, hogy az illető milyen. Érted? Ránézésre. Bejön, mit tudom én, a terembe, például a kit fognak leginkább észrevenni, ha valaki belép a terembe? Nem kérdés. A kolerikust. A kolerikust. Azt fogják észrevenni leginkább. Például a flegmatikus bejön a terembe, kutya nem fogja észrevenni. Tehát, mert ő nem, az, nem is úgy működik, hogy őt észrevegyék. Tehát ő szeret háttérben működni, háttérben lenni, háttérben vonulni. Jó, a szangvinikust ugye onnan fogod megismerni, hogy bármilyen témáról ő a központ és beszél. Jó, a kolerikus az csak hozzá fog szólni, és olyan témákban fogja átvenni a szót, ami érdekli. Érdekli az a téma. De a szangvinikus bármiben képes beszélni. Tehát bejön a terembe, hogy hogy van öltözve. Meg tudod állapítani rögtön. Nyilván ha mindenki öltön nyakkendőben van, meg kosztümben, akkor nem, de ha mindenki úgy öltözik, ahogy akar, rögtön meg tudod mondani, hogy ki melyik típus. Érthető? Tehát ez érdekes, és rögtön tudod, hogy alapvetően pozitív gondolkodású, alapvetően negatív gondolkodású. Tehát ugye a vidám színeket az szangvinikus szereti. A melankolikus nem nagyon van oda, egyáltalán nincs oda a vidám színekért. Flegmatikus szintén nincs oda a vidám színekért.
Ugye a kolerikus az ilyen átmenet, konzervatívan vidám. Ez konzervatívan vidám. Tehát, hogy nagyon vidám ne legyen az a szín. De ne is legyen olyan, olyan melankolikus vagy flegmatikus. Jó? Tehát lényeg az, hogy meg tud állapítani, hogyha valakivel találkozol, hogy ő milyen típus. És akkor tudsz egy alapkezelést, hogy hogyan kezeld. Ugye, hogy közelítesz hozzá, akkor hogyan közelítesz egy kolerikushoz? Ugye magabiztosan, tehát erőteljesen, tehát nem magabiztosan, flegmatikusnak magabiztosan. Ugye melankolikus óvatosan kezeled. Szangvanikushoz meg lelkesedéssel fogsz fordulni. Jó? Tehát ez ilyen alap dolgok. Olyan dolgok, amire jó figyelni. Jó, és akkor ezt így most lezárjuk ezt a témát. Ha bármi kérdésed fölmerült, akkor beszéld meg a vezetőddel. Beszéld meg a vezetőddel, illetve az irodának van egy központi elérhetősége, ugye a Skype-on a Marian PPH, illetve ugye e-mail címbe a marian@ppa.hu. Ez a központ, és azon keresztül meg tudod kapni az elérhetőségét a közvetlen vezetődnek. Tessék körülnézni az oldalon, ha szimpatikus a dolog, akkor tedd meg a következő lépést, ami azt jelenti, hogy kommunikálj a vezetőddel vagy a központi irodával, és az utána következő lépés pedig az lesz, hogy kezd el a saját képzésedet a PPA-n, illetve a Nyílt Akadémián keresztül. Úgyhogy mindenkinek további szép estét kívánok, találkozunk 15 óra múlva, köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!